73-ban az egyetem elvégzése után Újkígyósra kerültem, ott is egész pályafutásom alatt az állattenyésztés meghatározó volt. Sertéstenyésztéssel kezdtem ott foglalkozni, és a későbbiekben 83-tól termelési főmérnök helyettes, majd 86-tól főmérnöke lettem a 6500 hektáros gazdaságnak. 1990-ben az új idők szavait meghallva úgy gondoltam, változtatni kell, és szarvasra kerültem a Dózsa szövetkezetbe. Akkor kezdődött a tárgyalás, illetve a beruházás a Gallicoop létrehozása érdekében. Ez egy óriási nagy vállalkozás volt, hiszen a létrehozók nagyon sok hitelt vettek fel, és ebből előbb-utóbb baj lett, mert a kamatok 40% körülire mentek fel, és ezeket nem bírták törleszteni a felvevő vállalkozások. Emiatt gyakorlatilag egy csőd közeli helyzetbe került. 92. július 7-én vettem át, azzal a gondolattal, hogy a tulajdonosok azt mondták, mert én mondtam, hogy miket hogyan kellene csinálni a vállalatnál, ha ennyire tudod, akkor csináld. Nem olyan sok választási lehetőségük volt, de az állattenyésztési tapasztalatomból kiindulva azt gondoltam, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani. Kezdetben 1500 tonna termelésről indultunk ki, amire az elmúlt évben 38.500 tonnáig jutottunk, de már volt 40.000 tonna fölött is a termelésünk. Ez alatt óriási fejlődést hajtottunk végre, hiszen több mint 16 milliárd forintot beruháztunk, a termelés valamennyi fázisát kézbe tartottuk, kialakítottuk a háttértermelést, hiszen enélkül makett egy ilyen vállalat, tehát nagyon fontos a tojástól úgynevezett az asztalig szlogenünk, ami azt jelenti, hogy ugye a tojás termelés, keltetés, előnevelés, hízlalás, vágás, darabolás, készítménygyártás, panírüzem építés, tehát mindezek voltak a mérföldkövek, amelyeknek jelen pillanatban sincs vége, hiszen szeptember 9-én értékesítettük a céget, valamennyi korábbi tulajdonos, de sok fejlesztési lehetőséget hagytunk, 2,4 milliárd forint fejlesztés, amiben több mint 1 milliárd a támogatás, panírüzemre, gépek, technológiák, napelemparkra, az amortizációból 500 millió forint maradt bent, az idei teljesen megképzett amortizáció szintén 500 millió forint, és az elmúlt évi eredményből is 1 milliárd. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt év, a 19-es év a Gallicoop életében a második legeredményesebb év volt. Arra is büszkék vagyunk, hogy 30 év alatt egyszer sem voltunk veszteségesek. Jelen pillanatban az ágazat nehéz helyzetben van, de ne felejtsük el, voltak már ilyen pillanatok. 2008-9, 2012, akkor is ezeket a nehéz helyzeteket sikerült megoldani. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azon termékek irányába, tehát a kényelmi termékek irányába menjünk el, amelyek spórolják a háziasszony, a gyerekek, emberek idejét, gyorsan elkészíthetők, és ha ebbe az irányba mennek tovább, akkor ez nagy lehetőséget ad. Természetesen jósolni az a legnehezebb, a napi munka is elég a szereplők számára, de egyre nagyobb verseny van, ezt látjuk. Anglia azzal, hogy ki fog lépni az unióból, a magyar pulyka ágazat egy jelentős piacát veszíti el, idézőjelbe az elveszítést, mert nyilván lehet leszállítani, csak más feltételekkel majd, mint ahogy eddig tettük. Azt még nem tudjuk, hogy hogyan. Azt gondolom, hogy fejlesz vagy szállj ki, ez a legfontosabb szlogenünk volt, tehát enélkül nem lehet az ágazatban megmaradni, hiszen ha a hatékonyságát veszíti a cég, akkor az eredményességét is veszíti, ha az eredményességét veszíti, akkor a jövőjét is elveszíti. És természetesen mindaddig, amíg eredményesen működik egy vállalat, a bankok nagyon szívesen hiteleznek, de ha már kevésbé, akkor megfontoltabbakká válnak. Hát ez egy olyan ágazat, egy olyan cég, ahol minden este ezzel kell feküdni, minden reggel ezzel kellett kelni. Voltak rövid távú célok nyilvánvalóan, de minden évben azért meghatároztuk, hogy meddig szeretnénk eljutni. Azt hiszem a legfontosabb dolog volt, hogy olyan vezető kollektívát alakítottunk ki, aki minden egyes
ember, mondhatom így visszagondolva, a vállalatért dolgozott. Tehát erre is törekedtünk, hogy személy szerint ez legyen számukra a legfontosabb. Nagyon jól tették a dolgukat, minimális volt a fluktuáció, és nagyon jó embereket találtunk meg.